Ahogy elkezdődött az iskolai tanév, úgy nyitotta ki kapuit a Tolnai Fusz János Zeneiskola is. Jelenleg 127 növendék kezdte meg, illetve folytatja tanulmányait az intézményben. Bár voltak, akik kiiratkoztak, de helyettük jöttek új diákok, sőt, új tanárokkal is gazdagodott az iskola. A tavalyi év végén elköszöntünk egy zongora tanárnőnktől, az ő helyére, hogy a gyerekeknek tudjunk biztosítani tanárt, Szemerei Eszter jár át hozzánk Fadról, zongorát tanítani pár órával, illetve Erősné Máté Éva Szekszárdról segítve nekünk, hogy a gyerekeket el tudjuk látni, valamint Dobai Tamásné több óra számban még folytatja nálunk a munkásságát. A szakok, ami újdonság, hogy elindult a magánének, 6 órában Pintér Gabriella tanítja nálunk most az éneket. Bízunk benne, hogy ez egy kicsit felpesdíti még jobban a zeneiskola életét. Egy-egy hangversenynél ez újdonság lesz, hogy esetleg egy-egy énekes növendék is meg tudja mutatni a tudását. Ezen kívül a meglévő szakok azok a furulya, a fuvola, a klarinét, szakszofon, gitár, zongora, illetve a részúvósok, a trombita, vadászkür, tenorkür, tuba, has, és illetve a harsona még. Ezeken a hangszereken tudnak a gyerekek tanulni, de természetesen, amíg első osztályba lépnek, addig a csoportos foglalkozás a szolfés keretein belül játékos mondókával gazdagított csoportos foglalkozásokon tudnak részt venni. A szolfés és a hangszeroktatás hetente 4 alkalmat vesz igénybe, de azok a tanulók, akik zenei pályán kívánják folytatni a tanulmányaikat, ennél többször kell részt venniük oktatáson. A zenei pályára készülő növendékeket B-tagozatra emeljük, ez egy tehetséggondozó tagozat. Itt viszont már 2x45 perc hangszeres oktatás jár nekik, valamint zenekarba, illetve kórusba is részt vehetnek. A tavalyi év végén Gultanka növendékünk a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban folytatja gitárszakon a tanulmányait, úgyhogy ennek mindig örülünk. Most is van növendékünk, aki majd 1-2 év múlva zenei pályára igyekszik. A növendékek a tanév során bemutatkozási lehetőséget is kapnak, ahol már az elsajátított tudásukat csillogtathatják meg a zenekedvelő közönség előtt. Hangversenyek, növendék hangversenyek, tanszaki hangversenyek, kiállítás megnyitók, rendezvények, fuvolzenekari fellépési lehetőség, kamarazene, rengeteg olyan lehetőség van, amiben ők meg tudják mutatni, hogy mit tanultak az év során. Október 1-e a Zene Világnapja, így a Tolnai Iskola is különös figyelmet fordít erre a jeles napra. Mi is a zeneiskolában megemlékezünk róla. A hangszeres tanárok, illetve a szolfés tanárok is beszélnek a zenéről, elmondják, hogy hogyan, hogy ki által, ugye Yehudi Menuhin által lett az október 1-e világnapja, valamint beszélnek a zenéről, hogy kinek miért fontos, hogy miért szeretnek zeneiskolába járni, illetve az általános iskolába is kijárunk rövid koncertet adni nekik. Ezzel is egy kicsit az napra, ha nem szombatra esik, akkor esetleg egy pénteki napra mi is viszünk egy kis zenét az iskolákba. Valamint az idei évben ünnepli az 50. évfordulóját a Mőzsi Bartók Béla női kar, melynek karnagya mi szolfés tanárunk Schmidt Zoltánné, és ennek apropójából a zeneiskolának a gyermekkórusa is részt vesz a koncerten, ők is fellépnek és közreműködnek ezen a hangversenyen.